Államtitkárasszony, kormánybiztos úr, tisztelt kitüntetettek, hölgyeim és uraim! Erre az alkalomra egyébként is, akik segítenek nekem a beszédekben, gyönyörű idézeteket szoktak keresni, de úgy gondolom, hogy a mai napra tényleg egy gyönyörűt találtak, hogyha Márai Sándornak lehetősége lett volna arra, hogy nézze a másfél millió lépést, akkor lehet, hogy azt gondolnánk, hogy erről a műsorról, erről a kulturális teljesítményről írta. Azt írja, a séta az élet legemberibb életütemét fejezi ki. A sétáló útközben minden pillanatban megérkezett a séta céljához, mely sohasem egy ház, vagy fatörzs, vagy szép kilátás, csak éppen ez a levegős és közvetlen érintkezés a világgal. Egy ember, aki lassan elvegyül a tájjal, része lesz egy erdőnek vagy mezőnek, ütemesen átadja magát a természet nagy díszletei között az örök valóságnak, az időtlen világi térnek, minden pillanatban úgy érzi, hazatért séta közben. Aki sétál, megszabadult munkájától, egyedül van a világgal, lelkét és testét átadja az ősi elemeknek. Gondold meg, hogy a földön jársz, és csillagok alatt sétálhatsz. Nagyszerű dolog ez. Szerintem látta a műsort, de ha nem is, akkor is összeköti azt a kulturális teljesítményt, amit már el fogunk ismerni, Márai Sándort, és másokat, mindjárt mondok még néhány nevet, valóban a sétának, a világban járásnak az öröme. Immanuel Kant a legenda szerint olyan pontosan indult el minden nap sétálni, hogy a königsbergiek hozzáigazították az órájukat. Rousseau is csak séta közben tudott meditálni, Heideggernek is séta közben születtek a legmeghatározóbb gondolatai, aztán Petrarcháról is följegyezték, Goethéről, Stendhalról, hogy az ő kedvenc hobbiuk is a séta volt, és remélem, hogy ezzel nem sértem meg az elismerést kapókat, állítólag Bill Gatesnek is séta közben születnek a legjobb ötletei és gondolatai. Ha ez a séta pedig a természet látványával egészül ki, amellett, hogy jó gondolatai születhetnek az embernek, máshol át nem élhető élményekkel is gazdagodik. Indulj el egy úton. Énekeljük mi magyarok már nagyon régóta, hangoztatjuk számtalan élethelyzetben, és hirdeti a műsor mára már legendássá vált főcímdala is. Túrázni valóban nagyszerű dolog mindenhol a világban, a legnagyszerűbb mégis hazánkban. Ezt a gondolatot vallják, és ennek a gondolatnak az igazságát bizonyították be a Másfél millió lépés Magyarországon című sorozat kalandvágyó kitalálói és megvalósítói. Ahhoz, hogy igazán megismerjük magunkat, hogy tudjuk, honnan jöttünk és hová tartunk, ismernünk kell hazánkat, ez a megismerési folyamat kulturális identitásunk része. Annak a kulturális identitásnak, melynek természetesen vannak egyéni tulajdonságai és stigmái, de egy összetettebb, átfogóbb kulturális kódrendszer része. A magyar emberek kulturális identitásának a része, és ha szabad ennyire személyesnek lenni, az én személyes kulturális identitásom része is, mert ifjú koromnak egyik kedvenc műsora. Édesapám ennek alapján indított el bennünket arra, hogy amikor jártuk Magyarországot, azt mondta, hogy először Magyarországra, utána külföldre, akkor mindig térképet kellett utólag készíteni. Emlékszem még a hártyapapírra, amit rátettünk a térképre, aztán körberajzoltuk, és ott kellett bejelölni, hogy merre is jártunk Magyarországon, és aztán ez a hálózat egyre inkább gyarapodott, és amikor elég sűrű volt, akkor azt mondta, hogy most jön a Kárpát-medence, és aztán valamikor az érettségi környékén mehettünk már másfele is, mert akkor már engedték is. A Másfél millió lépés Magyarországon kitalálói és megvalósítói, azt is mondhatnám, hogy ugyanolyanok, mint a nagy magyar feltalálók, a felfedezés érménye és a várt és a váratlan misztikus vonzotta őket. A váratlan, hiszen az ismeretlen az mindig izgalommal kecsegtet, de természetesen a várt is, hiszen akik elindultak, tudták, hogy hova mennek, tudták, hogy mit akarnak megmutatni azoknak, akiknek szükségük volt erre, hiszen a megmutatni másnak, erről szól az igazi televíziózás, és talán ez nem annyira ünnepi ez a gondolat, de mostanában, amikor már nagyon fáradtam hazám, hogy az ember biztos ismerik ezt az élményt, úgy
éjfél környékén, aztán elkezdi kapcsolni a televíziót, mindig ott akadok meg, ott az M3-nál. És hát nem tudom, a mai tévések nézik-e azt a csatornát, mert bizony van pironkodni valónk. Akkor azokkal a feltételek között ilyen műsorokat lehetett csinálni. Nyilván a javát válogatták ki, de már az is egy nagyon szép kínálat, egy nagyon gazdag dolog. Akkor fölteszi az ember a kérdést, és ma. Önök nem hagyták a nagyszerű gondolatot és ötletet semmibe veszni. Forrást, teret, társakat és eszközöket kerestek és találtak a megvalósításhoz. Az alapanyagban mindenki biztos volt, az alapanyag. Az a mi országunk, a mi hazánk, melynek kincses kamrája kifogyhatatlan. Jó feltalálóként, lehet így mondani, társadalmilag, kulturálisan is hasznosat, szükségeset alkottak minden magyar ember örömére, nyilván a saját örömükre is, és ennél szebb dolog nincs, közben meg a munkájukat végezték. Hogyha az ember így végezheti a munkáját, akkor valóban boldog embernek nevezhetjük. Tevékenységükkel önök nem csak értéket teremtettek, hanem egyfajta korrajzot is adtak. Ahogy a maguk idejében Kodály és Bartók sem hagyták feledésbe merülni a magyar népművészet kincseit, ők sem, önök sem engedték ezt tájainkkal, természeti kincseinkkel és a hozzájuk kapcsolódó történetekkel, hagyományokkal. Munkájuknak köszönhetően hozzájárultak ahhoz, hogy jobban megismerjük hazánkat. Már a sorozatuk kultikus filmé vált, ami nemzeti önazonosságunk része és megerősítője is egyben. A bemutatott felvételeken kívül biztosan számtalan film készülhetett volna arról, hogyan vitték felváltva a nehezebb kamerát, hogyan pakolták ki a fele ruházatukat útközbe, hogy könnyebb legyen a hátizsák, hogyan verték fel, gondolom, a csehszlovák vagy az NDK-s sátrakat, miként védték a tekercseket és a technikai eszközöket, hogyan tisztálkodtak, pihentek, ettek vagy segítették egymást a kihívásokkal teli úton. Csapatmunka volt a javából, most is egy csapatot köszöntünk itt, mindenki bedobta a közösbe a szakértelmét, tudását, külön-külön is jelentőset alkotva, de a sikereket mégis együtt elérve, hogy megszülessen ez a nagyszerű eredmény. Köszönjük az ötletgazdának, a kivitelezőknek, a túrázóknak, hogy végérvényesen és megkérdőjelezhetetlenül bebizonyították, hogy nem kell határainkon kívülre menni ahhoz, hogy természeti csodákat, érdekes jelenségeket lássunk. Ezúton emlékezzünk meg azokról, akiknek köszönhetően a műsor megvalósult, de akik sajnos ma már nem lehetnek közöttünk, Rockenbauer Pál és Tubai László. Akik pedig jelen vannak, azoknak személyesen is szeretném a magyar kormány nevében megköszönni, és minden magyar ember nevében megköszönni kivételes munkájukat. Sinkó Lászlónak, a sorozat narrátorának, akit a családja képvisel, Faludi Sándor hangmérnöknek, Peták István szerkesztőnek, Petres Pálnak, a sorozat technikusának, fejlesztőmérnökének, Péterfai Attila gyártásvezetőnek, Sáfrány József rendezőnek, Stenszki Gyula operatőrnek, Szabados Tamás operatőrnek, Heinz László képmérnöknek, Tolnai Ferencnek, a sorozat önkénteseként végzett munkája elismeréseként. Tisztelt jelenlevők, akkor még egy idézet, mert hogy nem csak Márai Sándor szereti a sétát, meg az utat, Kosztolányi Dezső írta, az utazás szememben előbb-utóbb az élet jelképévé magasodik. Elindulunk valahová, s megérkezünk. 1979-ben útnak indult egy csapat, hogy felfedezze a hazáját. Több volt ez, mint túra, és több volt, mint egy televíziós műsor, több volt, mint munkavégzés, misszió volt. Misszió a televíziózásért, a természetjárásért, az ismeretterjesztésért, a kultúráért. A hazáért, az összes magyar emberért. Amíg ilyen emberek és ilyen kezdeményezések lesznek, hazánk kincsei nem maradnak felfedezés nélkül. Gratulálok önöknek, Isten értesse mindannyiukat.